Jó napot kívánok! Megérkeztem Budapestről Veszprém vasútállomásra vonattal. Elég gyorsan ideértem, még korán reggel van, úgyhogy lesz egy egész napom arra, hogy bejárjam, ahogy ők mondják, a királynék városát. Tartsanak velem! Az Európa szerte híres veszprémi állatkertben kezdem a napomat. Bár a gyűrűs farkú makik még kicsit álmatagon méregetnek, azért a kamerára már érzékenyebben reagálnak. A csimpánzok pedig a reggeli kávé helyett is gondoskodnak az éberségemről. Az idén 56 éves Kittenberger Kálmán növény- és vadaspark már a 30 hektárosra bővült és folyamatos megújulásban van. A Fejes völgyben és a Gulyadombon hatalmas területen a természetben kapnak otthont az állatok. A fajmegmentési és tenyésztési programokban is résztvevő állatkertben sok kis állat látta már meg a napvilágot. Itt Európa egyik legnagyobb szavanna kifutóján nyargalászik szabadon, például a most fél éves kis nőstény zsiráf Zuri is. Az előbb úgy megörültek a kis struccok, ide szaladtak mind. Hányan vannak ők? 6 struccunk van kinn, és azért is ez a nagy élénkség az Afrika szavanna kifutón, tudnék Zuri a kis zsiráf, aki idén tavasszal jött a világra. Nagyon szeretem velük barátkozni, és együtt szoktak itt felállni nyargalászni. Néha az egy kicsit csóval a fejemet, hogy nem túl gyorsak, de úgy tűnik, hogy nem, nagyon, nagyon élvezik ezt a jó, meleg nyári napsütést, ezt a dús, zöld, pázsit ellátott külső kifutót, mintha otthon lennének. Mennyiben változott az állatkertek szerepe az elmúlt évtizedekben? Most, ha gyerekkoromra emlékszem vissza, akkor ez egészen másként nézett ki. Ha jól látom, az állatoknak sokkal nagyobb tere van. A mai magyar állatkertek az elmúlt 10 évben egy hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Eltűntek a korabeli szűk állattartóik, a ketrecek. Bárhol körbenézünk, tágas, állat és emberbarát állattartóhelyekkel, kifutókkal találkozunk, de ez így is van rendjén, és reméljük, hogy a jövőben is folytatódik ez a trend. Igen, és ez nagy dolog, hogy az állatok itt fogságban szaporodnak is. Úgy szoktak mondani, nem is fogságban, hanem emberkézben, hisz hogyha itt megnézzük a tartási körülményeiket, hogy el vannak helyezve, ez már rég nem az a 30-40 évvel ezelőtti állattartás, amikor tényleg azt mondtuk, hogy fogság. Itt már elmondhatjuk, hogy szinte Zuri is mosolyog a kis zsiráf, hogy itt vígan nyargalászik a szavanna kifutón. Zurit, a kis zsiráfot a mamája valamiért nem volt hajlandó etetni az első időkben. Ez néha megesik. Ilyenkor tapasztalt állatápolók lépnek a helyükbe pótmamaként. Most épp a kis tevénél, Félixnél kell el a segítség. Mennyire kötődik érzelmileg a kis állatokhoz? Kötődöm hozzájuk, de ezt úgy teszem, hogy ők azért el tudjanak válni tőlem úgy, hogy később ne legyen viselkedési problémája. Tehát nem embergyerekként nevelem, hanem most őt éppen egy tevecsikónak próbálom. És hogy kell nevelni egy tevecsikót? Hát megpróbálom ugyanazokat a hangokat használni, amit a mama mondjuk. Ha rakoncát rankodik, akkor ugyanazt teszem, mint a mama. Mit csinál aztán a teve mama, hogyha rossz a gyereke? Hát akkor egy kicsit ilyen... Fejére kopint? Nem, egy pinnel jól, nagyon óvatosan meglöki. Ennyi, ilyen, hogy ez nem szabad. Jelezni. Aztán néha, amikor nem sikerül akcentussal mondom, akkor nem érti, hogy mit mondok, és megpróbálom újra. Tulajdonképpen ez a munkámnak a jutalma, hogyha ő nem kötődik hozzám annyira, hanem azt mondja, hogy jó, hogy voltál, de most már én ide tartozom. És hány kis állatot nevelt így? Fú, hát volt mókus, ormányos medve, mosómedve, huszármajom, szibériai tigris, zsiráf, párduc, sokat. Jól van. Hát egy kicsit szeretne hozzá dörgölözködni. Nagyon-nagyon-nagyon tetszel neki. Jól igen. Van. Veszprémben a Várhegyen összpontosul a látnivalók többsége. Az egykor itt lévő vár egyik 13. században épült tornya volt, a ma már a város szimbólumaként ismert 48 méter magas tűztorony. Minden egész órakor Csermák Antal veszprémi zeneszerző verbunkosát játsza. Azt tetszik nagyon Veszprémben, hogy ilyen, az egész ilyen dimbes dombos, tehát mindig vagy fölfele kell menni, vagy lefele. Ja, hát a biciklis turisták szoktak is panaszkodni nálunk a Turinform irodában, hogy nagyon megerőltető itt egy biciklitúra valóban, hiszen Veszprém 7 dombra épült város, Dunántúl Rómájának is nevezik, de egyébként nem csak a domborzata miatt, hanem mert legalább olyan gazdag kultúrával rendelkezik megyeszékhelyünk. Én rengeteg templomot látok, amerre nézek, egy templomtorony biztos, hogy van egy pár méteres körzetben.
Így van, pedig a tűztoronynak még csak ezt az oldalát látjuk itt a körerkéről. Valóban Veszprém római katolikus egyházi központ ugye az államalapítás óta, hiszen első István király itt alapította meg az ország első és legrégebbi székesegyházát, a Szent Mihály székesegyházat, de amerre körbenézünk, kápolnák, a gyönyörű csúcsosodó tornyokat láthatunk, illetve még fontos tudni, hogy a református egyháznak is központja Veszprém. De egyébként a vár negyed maga az a hátunk mögött látható, és ez egy gyönyörű szép utca, ami ma is tele van ugye látogatható múzeumokkal, galériákkal, látogató központokkal, amire mi veszprémiek nagyon büszkék vagyunk, és ez valóban egy kis ékszerdoboza az országnak. Nemrég itt járt Kéti Melua, a világhírű énekesnő, a Veszprém Festen, és ő úgy fogalmazta meg, hogy ez egy kis chocolate box town, tehát egy kis csokoládés doboza az országnak, ő úgy érzi. Veszprémre azt szokták mondani, hogy a királynék városa, kulturális központ és, ha jól tudom, iskolaváros is. A veszprémi királynéknak a kedvenc tartózkodási helye volt Veszprém, különösen Gizellának, első királynéknak, aki bajor hercegnő volt. Másrészt pedig a mindenkori veszprémi püspök joga volt, előjoga volt a magyar királynék koronázása. Ez a rész is maga a vár, tehát a vár nem egy épület, hanem egy terület. Pontosan. És most haladtunk át egyébként a belső várfalon, hiszen ezek a fehérre jelzett kövek, ezek a belső védelmi vonalát mutatják a várnak. És most a Szentháromság térre érkezünk meg, ami véleményem szerint, és nem csak az én véleményem szerint, Magyarország legszebb barokk tere. Közben 3 óra lett, és igen, halljuk is a Szent Mihály székesegyház harangját. Illetve elhaladunk az érseki palota mellett, ami egy gyönyörű dísze ennek a térnek. Felner Jakab építész munkája. Ez az érseki palota, igen, igen, így van, ez a fehér épület, ami egyébként látogatható jelenleg is a turisták számára májustól októberig, és érsekatya, dr. Márfi Gyula érsek úr bent él a palotában, és ennek ellenére engedélyezte, hogy látogassák a turisták az épületet. Itt szemben velünk a Szent Mihály székesegyház látható, ami ugye az ország legrégebbi székesegyháza. Ennek az alapításához kötődik egy legenda is, miszerint Gizella királyné annyira szerette ezt a helyet, annyira szerette Veszprém városát, hogy adományával segítette, kincseivel segítette a székesegyház létrejöttét, és az ékkövekkel díszített bundáját, prémjét, egy Veszprém felkiáltással elhajította, ezzel adományozva Veszprémnek és a Szent Mihály székesegyháznak ezt a nagy értéket. Ez komoly. Igen, igen, ez egy ilyen városban keringő legenda, de természetesen ez nem áll közel a valósághoz. Gondolom, hogy Gizella elhajította a prémjét, és azt mondta, hogy Veszprém. Pedig ez egy létező dolog, tehát ezt erről beszélnek. Ez nagyon jó. Mindenesetre sokkal valószínűbb, hogy a Veszprém szó a Veszprém szláv eredetű névből ered, ami egyébként egyenetlent jelent, utalva erre a város domborzatára és a hét dombra. Most a Vár utca végén állunk, a kilátóbástyánál. Ugye innen nyílik tényleg lenyűgöző látvány a városra. És a veszprémiek ezt a helyet a világ végének nevezik. Világ végének? Igen, talán azért, mert ide elérünk ehhez a falhoz, és ez az a pont, ahonnan nincs tovább, tehát ez a világ vége. Igen, érdekes, egy ilyen fősétáló utca, egyszer csak a semmibe torkollik. Innen gyönyörű szép a kilátás a Benedek-hegyre, amiről azt kell tudni, hogy ez régen egy avarkori temető volt, tehát innen kerültek elő a 9. századból avarkori régészeti emlékek, és itt a 100 éves kőkeresztet látjuk, ahova szintén szívesen kimennek a vendégeink és a veszprémiek is. A vár és az állatkert között a Sétpatak völgye terül el. Ezt a területet nemrég újították fel, olyan, mint egy zöld folyosó a városban, látnivalókkal, kávézókkal. Ez a veszprémiek egyik kedvenc találkozási pontja. Találtam itt a Sétpatak partján egy úgynevezett könyvmegállót, ennek az a lényege, hogy ki lehet belőle venni bármikor a könyvet, ezt senki nem ellenőrzi.
el lehet olvasni, aztán utána a nap végén visszatenni, vagy ezt, vagy hozni egy másikat helyette. A vára mindenhonnan remek a kilátás, a dombok, völgyek miatt ugyanis mindenhol gyönyörködhetünk a város látképében. Veszprém másik új központi helye a Hangvilla épülete. Az egykori sédmozit alakították át modern koncert és rendezvényhelyszínné. A város zenei élete egészen felpezsdült. Zenekarok, énekkarok töltik meg a termeket. Most épp a veszprémi Gizella női kar próbájára sikerült belesnem. A Veszprém arénába tartok, ami a világhírű férfi kézilabda csapat, az MKB MVM Veszprém otthona. Gulyás Péter a klub saját nevelésének számít, veszprémi és a pályafutása kezdete óta itt játszik. Okay, most följebb lépek egyen, hogy nagyjából egy magasságban legyünk. Veszprémi srácként volt bármi más esélyed, mint hogy kézilabdás legyen? Volt, nagyon sok sporttal foglalkoztam, óvodáskoromban nem bírtak lelőni, úgyhogy sportiskolába irattak. És ott az első számú sport az a kézilabda volt, de ezen kívül kipróbáltam az atlétikát, az úszást, minden gyerek. Nekem ez volt a kedvencem, és így döntöttem emellett, és az élet pedig úgy hozta, hogy a kézilabda mellett komolyabban is kitartsak. Te veszprémiként vagy, a veszprémi kézilabda csapat egyik kiemelkedő személyisége, azért ez nagyon jó érzés lehet, amikor végigmész mondjuk a fő utcán. Így megállítanak az emberek? Hosszú szünet után, most a nyáron, amikor visszatértünk szünetről, akkor igen, előfordult az, hogy fiatal srácok odajöttek fényképért vagy autogramért, de a mindennapi életben, amikor minden héten meccsünk van, akkor nem jellemző a városra, viszont mindenki megismeri és mindenki köszön. Ez egy abszolút jó érzés ebben a városban, hiszen ezt a várost valamilyen szinten a kézilabda is összetartja. Az egész életemet tudnám ebbe a városba belefoglalni. Itt élnek szüleim, itt él a családom, az összes barátom. Azt kérdezni, hogy elmennék ebbe a városba bármikor, akkor azt felném, hogy nem. Igazi veszprémi újdonságra hívtak meg, az a neve, hogy veszkrémes. Igen, a krémesből ered ez a szó is. Majdnem olyan, mint a hagyományos krémes, egy kicsit átgondolva, megbolondítva, ugyanis az alján karamell található, itt pedig ez a szürkés hab, ez cappuccino hab. És itt a tetején van egy Veszpréma királynék városa felirat. Úgyhogy megkóstolom, hogy miben is más ez, mint a hagyományos krémes. Zseniálisan finom. Az 1938-ban épült Hősök kapuja az első világháború áldozatainak állít emléket. 2014-re felújították, most egy interaktív kiállítás mutatja be Veszprém városának történelmét és a kapu történetét. Az érintő képernyőkön egykori folyóiratokat, régi kép- és hangfelvételeket nézhetünk meg, vagy elidőzhetünk az akkor és most veszprémi képeken. De a város jelenlegi arcát is megismerhetjük, végig repülhetünk az utcákon ezzel a filmmel is. A Hősök kapuja kilátójából is remek a rálátás a városra, bár ez Veszprémben nem meglepő. A várban a Dubnicai palotában található a László Károly gyűjtemény, ami az akadémiától a pop artig művek, stílusok a 20. századból címet viseli. Kihagyhatatlan élmény a csodaszép késő barokk épület, és benne a 20. századi művészetnek ilyen egyedi látásmódú szelekciója, így együtt egy helyen. Nagyon izgalmas volt, hogy itt sétáltam a várban, csodaszép régi épületek, belépek a Dubnicai palotában, barokk terem, és közben pedig a műalkotások meg annyira modernek, hogy ez a kontraszt szinte így mellbe vágja az embert. És az épület magában is, tehát a felújított rész, illetve a régi termek, ahogy egymáshoz kapcsolódnak, az is egy nagyon erős kontrasztot képvisel. Igen, ez a felújítás során megint csak koncepció volt. A Karácsony építész iroda tervezte egyébként az épület felújítását. Nagyon hűen megőriztek mindent, ami régről maradt, ami eredeti. Amit viszont újonnan építettek hozzá, az nem próbált belesimulni a régibe, hanem demonstratív módon más.
Miért pont itt kapott helyet ez a hatalmas gyűjtemény? Így adódott a lehetőség. Egy véletlennek köszönhető már az is, hogy Veszprémbe került László Károlynak a gyűjteménye, illetve a teljes gyűjteményének egy jelentős része. Veszprém önkormányzata az akkor üresen álló Dubnicai palotának funkciót keresett. László Károly pedig pontosan ebben az időben Magyarországon otthont a gyűjteményének. Egy véletlen szerencse, Veszprém akkori alpolgármestere találkozott Németországban egy fogadáson László Károllyal, és 3 év múlva fölavattuk itt, ebben a késő barokk palotában a 20. századi modern képzőművészetet bemutató állandó kiállítás. De László Károly egyébként egyáltalán nem kötődött Veszprémhez, pécsi születés. Igen, igen. De aztán utána sokat járt ide, rendezgette a kiállítást? Igen, szívesen járt ide, és amíg az egészségi állapota engedte, minden évben legalább egyszer itt volt, körülnézett, és az ő kívánsága volt, hogy miután elhunyt, itt Veszprémben temettük el. Miért volt számára vajon fontos az, hogy Magyarországon is megjelenjen az ő hatalmas gyűjteménye? László Károly egy zsidó származású magyar ember, félig német identitással, mert mindanyai, mind apai ágon egyébként Mária Terézia idején kitelepített német családból származik. De ő mindenek felett magyarnak vallotta magát. Neki nagyon fontos volt az, hogy Magyarországon tudja bemutatni a gyűjteményét, és itt egyébként most 200 műalkotás látható, szobrok, rajzok, festmények ebben az épületben. És ennek a több mint kétharmad része magyar alkotóműve. A Szaléziánum egy 4 emeletes interaktív egyházi kiállítás. A múzeum egyrészt bemutatja magát a palotát és annak történetét, másrészt a veszprémi egyházmegye látnivalóit, az érsekség működését, a levéltár féltve őrzött kincseit. Ezt a házat 1733-ban építette Padányi Bíró Márton, de valószínűleg korábban is voltak itt épületek. Ennek a középkori pincének a maradványai vannak itt alattam, az üvegpadlózat alatt. Egyébként itt a Szaléziánumban, ebben a teremben a halimbai füves papnak állítanak emléket. Szalai Miklósnak hívták, és az 1950-es években nagyon sok gyógynövény gyűjtött itt a környékben. Ezeket leszállította, és gyógyteákat, gyógykeverékeket készített belőlük, amik nagyon népszerűek voltak annak idején. A házat Gicei István kanonok megrendelésére emelettel bővítették. Madaras háznak is nevezik azért, mert a falon látható festményeken nagyon sok a madár. A kanonok egyébként ezeket a termeket pihenésre és a dokumentumok tárolására használta. Az érsekségi turisztikai központ egyik izgalmas kis épülete a hegedűkészítő mester műhelye. Itt megleshetjük a hegedűkészítés titkát. A mester Sümegi Elemér veterán kerékpáron érkezik, amit maga újított fel. Menuhin mondta, hogy a jó Isten a maga képére teremtette az embert, a hegedűkészítő pedig a maga képére teremti a hegedűt, és így a hegedű a jóisten unokája. Ha régi hegedűket újítasz fel, akkor mennyire érzed azt, hogy mi volt a korábbi mesternek, aki elkészítette a szándéka? Mennyire van benne annak a lelke, aki ezt készíti? Hát nagyon is benne van, mert egy kicsit belefaragjuk mi magunkat. Mondja ezt egy kortárs hegedűkészítő, de azt hiszem, hogy a Stradivari és a Guarneri is ugyanígy dolgozott, hogy egy kicsit belefaragta magát a hangszereibe. És volt szerencsém eredeti Stradivari hegedűt javítani. Zsigmond Dénesnek a hangszerét javíthattam, és igen, amikor elhozták hozzám a műhelybe, akkor leraktam a gyalupadra, és fél óráig csak barátkoztam nézte vele. Nézte távolról. Igen, hogy meg kell barátkozni vele. Ugyanúgy, ahogy a faanyaggal meg kell barátkozzál. A nagyapám, hogy úgy tanított, hogy néha megdorgált, amikor elvitt a mezőre, és meghúztam a fának a levelét, vagy akár le is téptem, vagy kardoztam a fákkal, és akkor igencsak elkapta a fülcimpámat, és csak jelezni próbálta, hogy az is egy élőlény.
És aztán visszamentünk a műhelybe, lerakott elém egy darab deszkát, faanyagot, és ő mondta, hogy meg kell barátkozzál vele, hogyha te ebből valamit szeretnél készíteni, akkor az meg kell barátkozzál az anyaggal. Itt van ez a hegedűnek a lelke, ez egy 6 mm átmérő, nyugodtan. Ez egy ilyen pöcök. Hát, pöcök, igen. Ez a lelke a hegedűnek? Igen, igen. És akkor van még egy ilyen lélekállító vas. Lélekállító vas, milyen praktikus. Igen. Praktikus. Nekem is kéne egy ilyen. Az embernél legyen mindig lélekállító vas, mert akkor tudunk mahinálni. És akkor ez így bele van. Ebbe. És akkor mutatok egy hegedűt. Így van belehelyezve. És ezen nagyon sok minden múlik. Tehát lelkét kicsit arrébb. Ha, igen, és már másképp szól. Igen. Akkor itt egy hegedűtetőt tudok mutatni, amit József Goldschmidt Schönbachban készített 1902-ben, egy Stradivari kópia hangszer. És hogyha a lélekre voltál az előbb kíváncsi, hogy annak hol van a helye, itt látod is a nyomokat. Itt a lélek helye. Igen, itt a lélek helye, és akkor ezt itt az F-nyíláson keresztül a lélekvassal ide helyezzük. Zsaniális. És akkor ez a kis lélek, ez adja át a rezonanciát a hátnak. Neked is benne van a neved minden hegedűben? Igen, én is beleírom a nevemet. Mikor készítettem, hol készítettem. És belegondolsz abban, hogy 2-300 év múlva... Igen, majd fel fogják bontani, igen, felnyitják hangszert, és akkor hát tulajdonképpen ez üzenet a jövőnek. Veszprém nem csak egyházi, kulturális, hanem gasztronómiai fellegvár is lett az elmúlt években. Magyarország legjobbjai közé választottak több helyi éttermet is. A viadukt lábánál lévő Villa Medici Fine Dining étterembe hívtak meg, hogy kóstoljon végig a sokfogásos vacsorát, tökéletes szervírozási sorrendben. A csúcs gasztronómia azonban nem feszengős légkört jelent, hiszen az étterem már 91 óta része a város életének. Együtt fejlődött, változott vele. Régebben a Balatonpartról egy menekülő útvonal volt Veszprém. Most már olyan hihetetlenül fejlődött a város minden szempontból, turisztikailag, infrastruktúrája, kulturális, zenei élete, hogy ide érdemes eljönni. És hát nem utolsó sorban a gasztronómia. Veszprémi születésű? Igen, és büszkén vallom, hogy tőzsgyökeres veszprémi vagyok, mert már a szüleim is itt születtek, és hatalmas lokálpatrióta lelkülettel rendelkezem, nagyon szeretem a városomat. Én úgy látom, hogy mindenki, tehát akárkivel összefutottam, mindenki ilyen nagyon nagy szerelmes a Veszprémnek, és nagyon büszkék arra, hogy Veszprémben élhetnek. Mi ennek az összetartó ereje ennek a városnak? Én azt hiszem, hogy a nagysága feltétlenül közé játszik, mert egy élhető város. Nem egy nagy város, egy közepes kis város. De a legfőbb vonzereje, én úgy gondolom, hogy a természeti környezete. Tehát olyan hihetetlen, és éppen egy baráti társaságban erről beszélgettünk, itt minden van. Hegyek, völgyek, patak, erdők, a Bakony szívében vagyunk. És ugyanakkor ez a történelmi hangulat, ami itt a középkori várral, a több mint 1000 éves székesegyházzal így átlengi vagy belengi a várost, úgy együtt minden az adja azt a veszprémi hangulatot, ami miatt nagyon jó itt lenni, és mindenki sikátor, mindenki zúg, nyújt valamit. A napomat mindenképp a Benedek-hegyen szerettem volna befejezni. Naplemente, kilátás, Veszprém. Itt minden megvan egy helyen. Véget ért a mai napom Veszprémben. Azt hiszem, hogy a leginkább azt szeretem ebben a hét dombra épült, folyamatos emelkedőkkel teli városban, hogy akárhányszor érkezem ide, mindig egy kicsit másik arcát mutatja, miközben természetesen állandóságot képviselnek a történelmi értékek és a természet szépsége. Most megyek, mert indul vissza a vonatom Budapestre.
Pannon Express-el legközelebb ismét egy nagyon különleges és szép helyről jelentkezünk. Utazzanak akkor is velünk. Viszontlátásra!